Sziasztok, gyerekek! Olíviával újra köszöntünk benneteket itt a Pécsi Balett mini második videójában. Ismét a bemelegítéssel fogunk kezdeni, amit már az előző videóból megismerhettetek. Az első gyakorlatban egyenesen ülünk, mintha a falnál ülnénk, átnyújtjuk a térdeket és lefeszítjük a lábfejeket, és meg fogjuk csinálni a spitz-pipa gyakorlatot, úgy, mint az első videóban, 8-szor pipa, spitz, pipa, spitz, aztán váltva. Azzal a változtatással, hogy most nem csípőn van a kéz, hanem a vállunkra rakjuk, és a vállunkat jól lehúzzuk. Próbáljuk zenére! És pipa, spitz. Pipa, spitz, pipa, spitz, pipa, spitz, és váltva. Húzd ki magad, húzd le a vállad, és lezárjuk. Folytassuk a bemelegítést a második gyakorlattal, kicsit másképp, ahogy az előző videóból már megismerhettétek. Nyújtott lábakkal ülünk a földön, egyenes háttal, a spitzeinket feszítjük, és ki fogjuk forgatni a lábunkat úgy, hogy képzeljétek el, hogy a két térdeteken két szemecske van, ami a két oldalsó fal irányába fog nézni. Így fogjuk feszíteni a térdeket. Kirakjuk a kezeket oldalra, majd elkezdjük a térdeket felhúzni úgy, hogy a lábujjak elől összeérnek, és a sarkakat elemeljük a talajtól. Tehát nem lent a földön vannak a sarkak, hanem felemeljük. Felhúzzuk, majd a kezünkkel megöleljük saját magunkat, és behajtjuk a fejünket. Majd a kinyújtással visszaérkezünk a kiinduló pozícióba, nyújtott ülésbe, és arra kell nagyon figyelni, hogy ez az andőor pozíció, tehát amikor a szemecskék nézik a két falat, ez megmaradjon. Kérjük a zenét! Következő gyakorlatban most még nem változtatunk semmit, ugyanúgy csináljuk, mint az első részben. Olivia, kérlek, feküdj le a földre, húzd fel a lábadat, emlékezzünk rá, minthogyha a laszti lenne a két térdünk között, és nem szabad kiesnie onnan. Kezek oldalt, vállakat lehúzzuk, és a plafont nézzük, és indul a csípőfeltolás. Majd letoljuk a csípőt. És újra feltoljuk, és megint lerakjuk szép, puhán. Ebből megcsinálunk 8-at. Próbálkozzunk zenére! És egy, két, és le. Szuper! Fönt, és lent. Figyeljünk, a labda ne essen ki. Egy, két, és letol. Vállunkat húzzuk le. Még egyszer ennyi. És letol, azaz. És megszorít a fenék, azaz. És az utolsó. És le. Köszönöm.
A negyedik gyakorlatban szintén nem változik semmi. Olivia, kérlek, feküdj le a földre. Kezeket oldalra tesszük. Azaz, tenyereket lefele fordítjuk, úgy derekat leszorítjuk, szuper, és felfele nézünk a plafon felé. Spicceket feszítjük, térdeket jól átnyújtjuk, és jól összezárjuk a lábakat. Gondoljunk arra, minthogyha össze lenne ragasztva, és elkezdjük feltolni a mellkast, úgy, hogy a fejünket teljesen hátra rakjuk. Majd vissza. Nagyon fontos, hogy figyeljünk rá, amikor feltoltuk a mellkast, akkor a lábak lemaradjanak a földön. És vissza. És amikor visszaérkezünk, leszorítjuk a derekat. Nagyszerű. Kérem szépen a zenét. És indul. És egy, két, és vissza. Derekat leszorítjuk. Lábak maradnak a földön, és le. Vállakat lehúzzuk. Derekat szorítsd le. Szorítsd le. Azaz. Még egyszer ennyi. És fönt. Nagyon szép. Gyönyörű ez a hidacska. És szorítsd le a derekad. Köszönöm. A bemelegítés befejezéseként most pedig meg fogjuk csinálni a hajlás gyakorlatot, annyi változtatással, hogy nem pillangó ülésben fogjuk végezni, hanem nagy terpezben. Én elfordulok oldalra, hogy jól lássatok. Olivia, téged is kérlek, hogy nyisd szét a lábadat, és most megcsináljuk ugye ebben a pozícióban a hajlás gyakorlatot. Kezeket a lábak mögé helyezzük, úgy, hogy a középső ujjak érintik a talajt, majd indul a hajlás egyik oldalra. Okay, a másik kézzel jól átnyúlunk másik oldalra, és visszajövünk kiinduló helyzetbe. Megcsináljuk ugyanezt a másik irányba is. És visszajövünk a kiinduló helyzetbe. És jön a körbehajlás a sétával. Három lépés, kettő, a harmadikat rakjátok a lábatok mögé, és kiinduló helyzet. Innen fogjuk ismételni az egész gyakorlatot a másik oldalra. És indul. És visszajön. Húzzuk le a vállakat, azaz. Spicceket feszítjük, és jön a körbe. Séta, séta, séta. Hajol, és vissza. Másik oldal. És jön a körbehajlás. Séta. Séta, séta, hajol, és megérkezik a kiinduló helyzetbe. Most miután befejeztük a bemelegítést, térjünk át a táncosabb mozdulatokra. Meg fogjuk ismételni a pillangó kezet. Sarokülésben ülünk, kezek oldal, csak a középső ujj érinti a talajt. Innen fel fogjuk vinni a kezünket pillangóban, azzal a különbséggel, hogy most ránézünk, és visszarakjuk. Majd megismételjük a másik oldalra. Itt is ránézünk a kézre, és levezetjük. Harmadjára is megcsináljuk. Levezetjük, és negyedjére is. Most, ha jól figyeltetek, a múlt alkalommal, akkor jön a két kéz, és felemelkedünk. Innen most el fogunk ülni az egyik oldalunkra, és lerakjuk a kezünket. Innen fogjuk magunkat visszalökni a másik oldalra. Szintén elcsücsülünk oldalra. És még egyszer megismételjük.
oldalra ül, és fel, és oldalra ül. És itt fejezzük be a gyakorlatot. A következő gyakorlatot is már jól ismerhetitek. Én most el fogok fordulni oldalra. Terpeszülésben fogunk kezdeni. Kérlek, Olivia, ülj terpeszülésben, azaz, hátra rakjuk a kezünket. Szintén csak a középső ujj érinti a talajt. Innen fogunk átfordulni az egyik irányba, Z-ülésben. Ezt ugye már jól ismeritek, és jön a két oldalra hajlás. Egyik, másik. Innen ki fogjuk nyújtani a lábat előre, felvisszük a kezet, és rá fogunk hajolni. Egy picit ott maradunk, majd feljövünk, levezetjük a kezet, és visszafordulunk terpeszbe. Semmi gond nincsen akkor, hogyha nem tudtok teljesen ráhajolni a lábatokra, az a lényeg, hogy próbáljátok meg, amennyire csak tudjátok. A gyakorlást álló helyzetben fogjuk folytatni. Zárjuk össze a lábunkat, úgy, hogy a bokákat szorítsuk össze, szint úgy, mint a földön, amikor azt képzeltük, hogy össze van ragasztva. A kezünket tegyük a csípőnkre, és innen fogunk végezni egy tért hajlítást, amit úgy hívunk, hogy plié, majd innen kinyújtjuk a térdeket, és felemelkedünk magas féltalpra, ezt pedig úgy nevezzük, hogy rölövé. Eközben tartjuk a pocakot, a feneket és a hátat, valamint a vállakat jól lehúzzuk, és innen le fogunk ereszkedni kiinduló helyzetben. Ebből fogunk megcsinálni most 8-at. És indul. Plié, nyújt, rölövé, talp, tartjuk a pocakot, rölövé és talp, szorítjuk a feneket, plié, rölövé és letesz. Most egy új tánclépést fogunk megtanulni, aminek a neve Svivi. Ezt álló helyzetből fogjuk végezni, zárt lábakkal állunk, és csípőre rakjuk a kezünket. Innen fel fogunk emelkedni magas féltalpra, azaz rölövébe. Figyelünk arra, hogy a testsúlyunk a lábújon legyen. Össze fogjuk szorítani jól a bokánkat, tartjuk a fenekünket és a pocakunkat, és lehúzzuk a vállunkat. Ahogy fölemelkedtünk rölövébe,
Innen nagyon apró manó lépésekkel fogunk elkezdeni csak helyben topogni. És amikor ez megvan, akkor ezt a gyakorlatot végezhetjük forogva is. Majd amikor megtettünk egy egész kört, visszaereszkedünk talpra. Zárásként pedig fűzzük össze a ma megtanult mozdulatsorokat. Kezdjük a pillangókarral. Ugye ránézünk a kézre, ez volt az első változás. Négyszer. Váltott kéz. A második változás, hogy most nem visszaülünk a sarkunkra, hanem oldalra ülünk. Innen fogunk visszaemelkedni, és megint a másik oldalra ülünk. Ebből csak kettőt csinálunk, majd kinyitjuk a lábunkat nagy terpezbe. Innen jön a ráfordulás, két oldalra hajlás. Kinyújtjuk előre a lábat, és felemeljük a kezet. Ráhajolunk a lábunkra, kicsit pihenünk, majd visszajövünk, levisszük a kezet oldalra, és visszafordulunk nagy terpezbe. Ugyanezt megismételjük a másik irányba. Két oldalra hajlás. Kinyújt a láb előre, felemel a kéz, ráhajol. Pici marad, majd visszajön, és levezet a kéz. Visszafordulunk. Innen összezárjuk a lábunkat, felhúzzuk a térdünket. Áttoljunk magunkat a térdünkre, és fel fogunk gördülni. Innen csípőre rakjuk a kezünket. Plié, nyújt, relevé, és indul a svívi körbe. Tartjuk a pocakot, tartjuk a feneket, tartjuk a bokát. Majd leereszkedünk talpra. És indulunk. Követjük a kezet. És most felemelkedünk. Mellé ül. A balettóra zárásaként elköszönünk a már jól ismert meghajlással.